Juri Bolohovec, az ukrán állami erdészeti ügynökség vezetője ungvári munkaügyi látogatása során négy helyi erdészet, az ungvári, a brusztúrai, az oroszmokrai és a dolhai vezetőjét váltotta le. Természetesen ismerjük azt a taktikát, hogy a pályázatokon, az állásinterjúkon nagyon világosan beszélnek arról, hogy mennyire szeretik az erdőipart, hogy fogják fejleszteni szülőföldjük gazdaságát. De amikor eljön a számadás ideje, betegállományba mennek, egyéb dicsitelen dolgokat tesznek. Ezek az anyagok nem csak a médiához kerülnek, hanem a rendvédelmi szervekhez, és közvetlenül a megyei ügyészségnek továbbítjuk. Az állami erdészeti ügynökség vezetője azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna leginkább erdős régiójában a legalacsonyabb az erdészek fizetése. Úgy véli, hogy ez a helyzet a helyi vezetők üzleti tehetetlensége, vagy pedig a korrupció miatt alakult ki. Az ágazatban egy teljes munkaidős alkalmazott fizetése, beleértve Herszont, Donyecket, Zaporizsját, ahol az erdősültség 3%-os, idén áprilisban 17.500, Kárpátalján pedig 12.700 rimnya volt. Hogyan lehet egy olyan erőforrás erdészetben, mint például az ungvári, az átlagkereset 10.000 rimnya? Средняя заработная плата будет 10.000 гривен сегодня. A helyi vállalkozók attól tartanak, hogy amennyiben a fát aukciókon fogják értékesíteni, akkor egy nagyobb monopolista mindent felvásárolhat, majd felár ellenében értékesítheti azt. De az erdészeti hivatal vezetője szerint sikerült kompromisszumot találni, az aukciókra viszont szükség van. Az olyan eset, amikor egyesek a monopol helyzetüket kihasználva minden tételt felvásárolnak, majd ebből kifolyólag ők fogják diktálni a piaci feltételeket, nos, számunkra ez elfogadhatatlan. Egyelőre azt javasoljuk az országos bizottságnak, a tőzsdének, hogy továbbra is hirdessenek. A helyi vállalkozó képes vagy köteles vásárolni bármit az aukción, így részt vehet az árképzésben. Jelenleg ez egy negyedévre terjed ki. Majd, ha az erdészetnek lesz ilyen lehetősége, hozzáadhatja ezeket a feltételeket a helyi vállalat számára. Vagyis ezt a mechanizmust javasoljuk, de könyörgök, ne éljenek vissza ezzel. Azzal, ha valaki 100 köböt vásárolt, és arra számít, hogy ezret kap a hirdetés alapján, akkor téved. Mi alapvetően készen állunk az 50-50%-os arányra. A találkozó végén Juri Bolohovec arról biztosította a jelenlévőket, hogy az erdészek még a háború alatt is felújítják a gépparkot, felhagynak a régi fakitermelési módszerekkel, és hatékony erdőgazdálkodást fognak folytatni.